Úgyhogy ez egy fontos eleme a természetfotózásnak. Gondolom, ami még nagyon fontos, és ugyan nem tudjuk berakni a hátizsákba, de elengedhetetlen a türelem a természetfotózáshoz. Rengeteg olyan sztorit hallani, hogy profi természetfotósok milyen pozícióban, milyen körülmények között várnak órákat, hogy kinyíljon a krokodil szája, elrepüljön a madár, oda röpüljön a méhecske. Igen, ez egy fontos, ez a kérdés, egy fontos dolgot vet föl, ugye, mert te most azt mondtad kapcsolatban, hogy türelem. És ebben benne van az, hogy a természetjáró etikája. Tehát, hogy nem avatkozom bele a természet rendjébe, életébe, hanem megvárom, hogy ez a helyzet megteremtődjön, amit esetleg otthon kitaláltam, hogy meg fogom fotózni. Igen, de erről van szó, hogy tehát ismerni kell a természetet, tehát hogyha, mert az egy nagyobb kaliberű dolog, hogy szarvasokat meg vaddisznókat akarok fotózni, mint hogyha napraforgón a méhet. Tehát ismerni kell hozzá, hogy egyrészt neked se essen bántódásod, másrészt pedig a természetnek sem. Igen, tehát ez egy én úgy gondolom, hogy minden jó érzésű emberben benne van az, hogy mit tehetek, vagy mit nem. Tehát ha elmegyek, ugye, említett tájvédelmi körzetbe, akkor ott például a növényeket előtte felmérem, megnézem interneten, szakkönyvben, hogy mik a védett növények. Tehát, hogy ne véletlenül se lépjek rá, persze, véletlenül se szakítsam le, tehát ne emeljem ki a környezetéből. Mert egyébként ezt Tildi Zoltán fogalmazta meg jól, aki egyébként a Magyar Fotoművészek Szövetségének az alapító tagja volt, hogy nincs olyan kép, amely megérné, hogy elkészítésénél kárt okozzunk a természetben. És teljesen igaza van. Egyszerűen a természet ez egy csoda, azt érdemes fotózni, de nem jó, hogyha beleavatkozunk. Kiemelünk a környezetből akár rovart. Mondjuk jó, ha visszahelyezzük oda, akkor semmi gond, de most hazaviszem a befőttes üvegbe, és akkor utána mit csinálok vele? Lehúzom a WC-n? Tehát nincs értelme ennek, hanem adott helyen megfotózom, és én úgy gondolom, hogy ez ettől fotó a fotó. Tehát nem teremtsük meg lehetőség szerint, attól természetfotó a természetfotó, hogy ott fotóztam. Meg hát nyilván a fotón túl azt is adja, hogy ott vagy a természetben, és nem üldögélsz a négy fal között. A Tildi Zoltán neve azt is jelenti ez esetben, hogy a természetfotózásnak szép hagyományai vannak azért Magyarországon. Így van. Ő könyveket, tehát képeket jelentetett meg könyvben, és 15 éves kora óta fotózott ő. Úgyhogy, és ő nagy szerepet játszott ennek az etikának a kialakításában, hogy a természetjáró szövetségnek egy ilyen, hogy mit lehet tenni, mit ne. Meséltél olyan esetet is, mert most az imént mondtad, ugye, hogy akkor jó egy természetfotó, hogyha ha magát a természetet fotózom, és nem csinálok olyan helyzeteket, vagy nem avatkozom bele, de meséltél olyan történetet és olyan fotósról, aki csodálatos képeket csinál, de ugyanakkor teremtett magának egy ilyen közeget, ahol ezeket megcsinálhatja. Igen. Mondjuk a nevét, Máté Bence, egy zseniális természetfotós, aki úgy kezdte, hogy maga építette a tutajokat, védőruhába öltözött. Most a maga építette tutaj az azt jelenti, hogy álcázta, hogy be tudjon férkőzni a vízi madaraknak. Persze, az élő életterében, oda férkőzön közel. És hát órákat töltött a hideg vízbe, és mondta, hogy fú, ez így nagyon nem lesz jó, mert vesegyulladás, egyéb más problémák léphetnek fel. És ezért gondolt, hogy magasabb szintre emeli, és kiépített egy olyan területet magának, ahol az állatok, az élőlények, a madarak, tehát azért mondom így, mert madaraktól kezdve a négylábúakig, oda vannak szoktatva, és szinte barátjaként, vagy nem tudom, tehát a képei alapján, mondom ezt, nagyon jó képeket tud készíteni. Legutóbb, most napokban nyert egy díjat egy olyan fotóval, ahol egy ilyen, elnézést nem tudom a madárnak a nevét, egy hosszú csörű madár, ilyen pelikánszerűt képzeljenek el, gyönyörű, színes,
kitátja a csőrét, és a fénykép az szinte a csőrében van, tehát onnan van fotózva, látni a kitátott száját, az apró szemeket, és háttérben néhány hasonló madarat. Mm. Most ezt ön nyilván nem úgy készítette, hogy odament, ezt megkérte a madarat, hogy nyisd meg ki a csőrödet, hagyd. Légy oly bátyám. Hanem egy állványra szerelte a fényképezőgépet, és egészen a víz szintjéig oda be tudta tolni a madár szájába. Tehát nem ő, hanem egy rút segítségével. Nyilván oda szoktatta őket, ami egyébként nem etikátlan. Tehát ez a madárnak is jó, mert élelmet kap, nyugodt a környezet, tehát a nyugodt az élő körülménye. És még híres is lesz. És még híres természetfotós is lesz, így van. Te mit szeretsz a leginkább fotózni a természetben? Mi az, ami téged a legjobban inspirál? Ez egy érdekes dolog, ugyanis én évekig jártam, tehát én ugyanúgy jártam természetben, mert szeretem a természetet, a budai hegyeket, Visegrádra, és hát készítettem néhány fotót, és sose voltam megelégedve vele. És én azt mondtam, hogy hát nem az én világom. Mm. Majd Farmoson született az én kedvesem, és ott van egy tanösvény. És évekig mentünk ki, hogy hát miért nem fotózol itt? Ez egy sík vidék. És így van, megmondtam a vállamat, hogy mit? Horizontot? Azt a fát, vagy mit? Sétáltunk x-edik alkalommal, és majdnem ráléptem egy siklóra, ami éppen egy békát evett. Így állt ki a béka lába a sikló szájából, és ugye észrevettem, hát nyilván elkezdtem fotózni ezerrel, és onnantól kezdve adta magát a természet, kinyílt. És hogy mit szeretek, itt a háttérben is látszódik a például virágokat, a méheket, rovarokat, madarakat, de például egy vaddisznó sorozatommal egy díjat is nyertem, amelynek egy repülőút volt. Két repülőjegyet kaptunk, tehát párommal elmehettünk. De nem akkor, amikor a vaddisznó anyuka támadhat, hogy megvédje gyermekeit? Már nagyobbak voltak, így van, tehát voltak kölkök, de már nagyobbak, és majd megmutatom ezt a képet, hogy szemezünk a vaddisznóval. Én biztos, hogy is mondjam, véd mögül fotóztam, és kandikál be a faágak között, hogy maradj is ott. Időnk végére jár, de elkezdünk valami olyasmit talán, hogy minden fotósuli végén esetleg ajánlasz egy kiállítást, vagy fotós alkotásait. Most mi az a kiállítás? Igen, még mielőtt ezt elmondanám, az lenne a kérdésem, hogy ezt folytathatjuk-e a természetfotózásról, hiszen most jó idő van, és van még azért ebben szufla szerintem, tehát a következő alkalma is akár természetről, amennyiben érdekli a kedves nézőt. Igen, a kiállítás napokban nyílt meg az Újpesti Ifjúsági Házban, a galériában, Fotoszintézis címmel, és március 24-ig látható. Én ott voltam, nagyon jó, megéri elmenni, nagyon jó képeket és ötleteket tudnak gyűjteni. Egyébként ezt még hozzá tartozik a természetjáráshoz, hogy ha elmegyünk, akkor előtte ismerkedjünk meg a területtel, tehát hogy milyen állatok vannak, mit érdemes fotózni, ha nem csak növényre megyünk. Köszönjük a hasznos tanácsokat a természetfotózáshoz, és hát jó időt kívánok neked, hogy minél szebb képeket csinálhassak az a jövőben. Köszönöm szépen, én meg a leendő természetfotósoknak jó fényeket kívánok. Viszontlátásra!